két óra alatt 800 millió forintot költöttek ma el egy online áruházban a magyarok, pedig a Kereskedelmi Szövetség szerint nálunk eddig nem volt szokásban a hálaadást követő akciózás, vagyis a fekete péntek. Amerikában viszont nagyon, és a briteknél is. Egy áruházban például tévékkel verekedtek a vevők. László Pál és Kerner Zsolt összeállítása. Úgy tűnik ingyen van, pedig csak leértékelték ezeket a plazma tévéket, amelyekkel szinte ütik egymást a vevők egy londoni boltban. Fekete péntek van, vagyis a nagy amerikai ünnepet a hálaadást követő péntek, ez a hagyományos karácsonyi bevásárlási szezon kezdete hatalmas akciókkal a világ nyugati felén. És bár a hagyomány az Egyesült Államokból indult, Nagy-Britanniában már majdnem nagyobb az őrület. Ezt a londoni Tesco-t már a nyitáskor lerohanták az akcióra váró vásárlók. Emberek estek át egymáson, és többen a földön kúszva jutottak csak el a termékekig, még az utcán is sorok álltak, a bejáratot pedig rendőrök biztosították. Amerikában a korábbi évekkel szemben már nem a rohanáson volt a hangsúly, a boltnyitásnál lassan, de rengeteget vásároltak, de azért nem mindenhol. Az egyik Fergusoni szupermarketben nagyjából 80 tüntető jutott be, és békésen, feltartott kézzel vonultak végig az üzleten. Ezzel tiltakoztak az ellen, hogy az esküdtszék úgy döntött, nem emel vádat az ellen a fehér rendőr ellen, aki augusztusban lelőtt egy fegyvertelen fekete fiatalt. Az Amerikai Kereskedelmi Szövetség szerint több mint 15 millió amerikai vásárol, valamint a négy napos hálaadás alatt. Mármint akkor, ha a heves zivatarok ellenére oda tudnak érni a boltba, az üzletek ilyenkor bonyolítják az éves forgalmuk akár 20%-át is. Itthon azonban még messze vagyunk ettől. Ennek az Andrássy úti boltnak valóban nagy a forgalma ilyenkor, de nem azért csinálják, mert egy amerikai cég termékeit árulják. Idén nagyon-nagyon sokan elkezdték ezt a fekete péntek akciót, más ruhaboltok, mindenféle csatornában láttam ezt. Nálunk nehéz pontos számokat mondani, még én sem láttam a végét. Azt tudom mondani, hogy most egy nap alatt nagyobb forgalmat csinálunk, mint egész novemberben. Tehát több száz Macintosh fogy el egyetlen egy nap alatt a hat boltban, illetve a webshopunkban. Vámos György szerint itthon hiába szállnak be ilyenkor az akciózásba. Mi magyarok messze vagyunk még az őrülettől. Tavaly 750 milliárd volt a december, az ugye a legerősebb. Hogy mennyire, azt azonban nehéz megmondani, hiszen a Kereskedelmi Szövetség nem gyűjt adatokat. Néhány kereskedő alkalmazza ezt, nincsen összesített statisztika, viszont nem annyira elterjedt, hogy tömegeket mozgasson meg. Természetesen látunk ilyen hirdetéseket interneten is, üzletek kirakatában is, de hogyha ezt az összes kereskedelmi forgalomhoz, és hogyha az összes értékesítőhelyhez viszonyítjuk, akkor ez az arány, ez rendkívül csekély, szinte számba sem vehető. Vagyis hiába költünk decemberben nagyjából másfélszer annyit, mint az év bármely más hónapjában, ez a péntek nem látszik a számokon. Pedig még Kínát is elérte a fekete péntek, bár a világ legnagyobb kommunista országában leginkább az interneten ünnepelték a kapitalizmust. Az Alibaba nevű hatalmas internetes bolt óriási akciókkal várta a pénteket. Az átvevő pontoknál itt is hosszú sorokban vártak a vásárlók. Kerner Zsolt, László Pál, Hír 24.